két milliméter. Az autót átlövöm bármelyiket. Ezzel a 28 fontossal átlövöm az autót vele. Tehát egy szám, egy, hogy nem? Hát, a, hát hozzátok most egy rossz autólemez, ha van valaki, egy simán átlövjük. Ezek az autók. Iszonyat ereje van. Iszonyat, nem, egy pont, tessék, egy kis fizika, ez egy ponton van. Egy ponton van. Visszatérve ehhez, tehát ezeket a 2 mm-es vesző acéllemezeket rárakták ugyan fapajzsokra, de azt vinni kellene. Tehát, hogyha azt vitték kis magukkal, nem lehetett 50 kilós, tehát nem lehetett túl vastag. Ezek annyit jelentek, hogy 1-2 percig tartottak a védelem, utána elrepett, és a következő 1 percben vége volt az illető. Tehát gyakorlatilag kiment az azért kilőtték az első sort, emelt a következő pajzot. Ezek kifogyott a tár, mentek hátra a jövesszőr, ment a másik 500. Innen és onnan is. Megint lőtték őket, és ugye folyamatos tűz alatt álltak, és ugye hullottak. Semmit nem csináltak. Ugye a vezér az ott ücsörgött hátul, és akkor gondolkodott, hogy akkor most vagy megfutunk, hazamegyünk szégyenszemre, úgyhogy egy magyar se ütöttünk agyon, hogy ott vesz mindegyik, vagy megrohanjuk őket. Hát azt mondja, akkor támadás. Ugye magyarok ugye támadás volt, ebben a pillanatban a két szél, jobb és bal oldal, bal szár elillan, eltűnnek. A magyar fősereg felfogja a támadást, szépen hátrá, Kürtjenre elmenekül mindenki, futnak. Ugye az volt a szerencsék a 9. században, a 10. században, hogy ebben az időszakban, mikor látják, hogy fut az ellenfél, akkor felbomlanak az üldözők, és rendezetlenül mennek a legtöbb zsákmányért, üssük agyon, megölte a sógoromat, ott volt az első zsóba, tögölj meg, stb. De neve, de ugye a magyarok már ebben az időszakban is szervezetek voltak, tessék elképzelni, hogy 6 éves kor óta hiászkodik, vágtába visszafordul a lóháton tud lőni, van legyen 6 üldözője, vagy 8 üldözője, mindjárt mutatom, a kopják ebben az időszakban 3 méternél nem hosszabbak, bevárja őket 4 méterre, 5 méterre, egyenként fejbe lövi a támadókat 5 méterről. Ha valaki a fejében nyilvesszővel üldöz benneteket, fussatok, mert nagyon nagy baj van. Általában nem jelentő, hogy ez a dolog történne, tehát ez azt jelentette, hogy 6 nyilvesszővel, 6 üldözőből 6 darab halott lett. 6 darab halott lett, és ebben a pillanatban bármilyen erőfölényben is voltak az üldözők, ledolgozták a magyarok ezt. Ezért van az, hogy egy 25-30 ezer fős sereg megütközik 50-70 ezer főkkel is. Cson nélkül tudják mit kell csinálni, amíg nem lesznek fegyelmezettebbek a nyugati hadak. Borzasztó putin pusztítást végeznek bennük. Ami fontos, hogy ebben az időszakban, hogy Kürtjen hallatszik, vagy dob, a Kürtjenre megállnak a menekülő magyarok, megint rendezik a soraikat, és megérkezik a jobb szárny és a bal szárny. Klasszikus módon bekerítik őket és becsukják. Nagyon nehéz volt harcolni ebben az időszakban a magyarok ellen, ezért tudjuk Nyugat-Európát megsarcolni úgy, hogy kellett. Hozzáteszem, amikor azt mondják, hogy rabló és kalandozó hadjáratok, 55, ugye amiről tudunk, ebből 53-ban megvan a megbízó levél, hogy melyik nyugati keresztény király kéri, hogy a másik keresztény testvér királyát verjük el, rúgjuk szét a segélyt. Tehát az 55-ből 53-ban bérbe megyünk harcolni, megvan az ára is, hogy mennyi ezüstért teszik ezt meg a magyarok. Nagyon-nagyon fontos. Tehát nem azért megyünk oda, hogy raboljunk, hogy soldosok vagyunk. Jó, még a fegyvereknél, tehát az ívot az egyik.